köszöntöm nézőinket! Önök a Szerda estét a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinját látják. Tartsanak velünk, nézzük mai témáinkat! Műhely. A fővárosban mutatták be a Fertőrákosi Barlang Színház nyári kínálatát. Hölgyválasz. Fenntartható divat. A hét témája. Coach program. Célja az idős barát és gondoskodó közösségek létesítése és fenntartása. Budapesten mutatták be a Fertőrákosi Barlang Színház gazdag nyári program kínálatát. A Királynők és Királyok című évadot egyebek mellett komoly és könnyű zenei koncertek, színdarabok, táncművek és humoristák önálló estjei is színesítik. Az első előadás május 27-én nyitunk, egy Punani Massív koncerttel, tehát egy igazán klasszikus mainstream könnyűzenei koncerttel. Az utolsó szintén hasonló stílusú, szeptember 10-én Ruzsa Magdival, de közben komoly zene, könnyű zene, táncművészet, színházművészet, és tényleg minden megtalálható a Barlang Színházban, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy jöjjön el hozzánk. Jazz csütörtök a Doknányi Ernő, aki felfedezte a Barlang Színháznak a csodálatos akusztikáját, és kialakításra a került Sopron megyei jogú város, illetve a magyar kormány támogatásával egy Doknányi terem a Barlang Színházban, ahol egy kiváló helyszín arra, hogy jazz csütörtököket hozzunk létre, egy kis por gasztró kínálattal kiegészítve, de nagyon izgatottan várjuk ezeket a programokat is. Az évnek ebben a szakában mindig szoktunk országos sajtótájékoztatót tartani, amikor kiajánljuk a soproni nyár kulturális kínálatát, a lehetőségeket, különösen a Barlang Színház repertoárját. Ide hívjuk szeretettel a nagyszerű színvonalas előadásokra honfitársainkat határon innen, határon túlról, és természetesen nem csak a magyar nyelvű vendégeket várjuk. Ezen kívül hívjuk a látogatókat Sopronba, Nyugat-Pannóniába, erre a 2000 éves kultúrtájra, ahol rengeteg szép történelmi és egyéb élmény várja az ide látogatókat, kezdve a határáttörés emlékhelytől az Eszterházi kastélyig, amit Haydn szelleme leng körül, aztán itt van a közelben Liszt Ferenc géniusznak a szülőháza Ridingba vagy Doborjánba, aztán a legnagyobb magyarnak a kastélya és a mauzóleuma, aztán a soproni történelmi bánváros, ami Magyarországon egy ritkán egybe maradt igazi városfallal, bástyákkal, tornyokkal, gazdag műemlékekkel, műgyűjteményekkel, ezen kívül sportolásra is nagyszerű lehetőségek vannak, csillagtúrába át lehet menni a határ túloldalára, Burgenlandba, tehát szeretettel várjuk honfitársainkat idejönni, és gazdagodjanak, töltekezzenek szép művészeti, kulturális és egyéb élményekkel. A Stanley Jordan Quartet, ez a felállás durván 6 éve működik, és most nagy örömre, már második alkalommal megyünk most a Barlang Színházban, mert ha jól emlékszem, 5 évvel ezelőtt már játszottunk ott, úgyhogy azt hiszem, hogy ennél nagyobb öröm, hogy megint visszahívást, meghívást kaptunk, hát ez ugyanis ezt az önkormányzattal egyeztetve tettük. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, és azért ezt gyorsan el kell, hogy mondjam, hogy Stanley Jordan részéről vannak magyar kötődések a programban. Ez a magyar kötődést úgy hívják, hogy Bartók Béla. Hiszen Bartók Béla két feldolgozását, Bartók Béla művének, két művének is a feldolgozása el fog hangzani a koncerten. Lehet, hogy ezt kevesen tudják, de az amerikai modern jazz képviselői óriási hálával és nagyon nagy alázattal és nagyon, hogy mondjam, megtisztelő számukra, ha Bartók nevét kimondják, mert a modern amerikai jazz rengeteg merített Bartók harmónia világából, és ezt mindig nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni. Két fantasztikus jazz zongorista is játszani fog, de nem jazz a szó hagyományos értelmében, hanem Bartók zenéje ihlette improvizációt fognak játszani, ugye Binder Károly és Varga Gábor barátaink, és ez is
tényleg egy ilyen innováció tulajdonképpen a koncert életben, de már a Csodálatos Mandarin magában is az, ebben a felállásban, és utána még jönnek ők ketten, akik improvizálnak, nem beszélve arról, hogy ugye azért a Ravel Bolero című művét is el fogjuk játszani, amit már két zongorával, 2x4, azaz 8 kezes előadásban, úgy, hogy arra is meg lesz a koreográfia, tánc koreográfia. Először is nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy velünk kezdődik az idei évad, még nem jártunk ezen a helyszínen. Mindig nagyon nagy kihívás, hogyha egy különleges akusztikai körülményekkel rendelkező helyszínen tudunk fellépni. Egy akusztikus koncerttel fogunk érkezni. Pár évvel ezelőtt volt már egy nagy sikerű országos akusztikus turnénk, és abból fogunk majd szemezgetni, illetve még hozzárakunk olyan dalokat, amiket egyébként mondjuk nem fesztiválokon játszunk, hanem olyan koncerthelyszíneken, ahol elsősorban ülős koncertet kell adni, úgyhogy ezt már nagyon-nagyon várjuk, de azért áramot fogunk használni. Én már nem először fordulok meg ebben a csodálatos színházban. Nagyon-nagyon szeretek oda járni, és idén igen, két alkalommal, két musicallel is színpadra fogok lépni. Az egyik az Ég tartja a földet című musical, ami Szent Erzsébet életét mutatja be. A másik pedig egy családi mese musical, a Vadakura című musical, amiben Azukát, a varacskos disznót játszom.